két nagy korszakra kell osztanunk, a történelmi cezúra miatt, trianon miatt, e nagy magyar államférfi és Erdély védelmezőjének történetét. 1918 előtt az volt a legfontosabb céltitűzése, hogy Erdély minél magyarabbá váljék. Nem csak etnikai értelemben, hanem gazdasági értelemben is. Ezzel kapcsolatban majd mindjárt a részleteket elmondom. Miután Magyarországot földarabolják 920-ban, jogilag is, előtte már 18 őszétől katonailag, és már a teleki kormány is elkezdte, de 921 áprilisától Betten István Gróf a Magyar Királyság miniszterelnöke lesz 10 éven és három és fél hónapon keresztül. Ez, ez miniszterelnököknél Magyarországon elég hosszú időnek számít, építési korszak következik Magyarországon. RDL kapcsolatban ekkor teljesen normális és történelmileg helyes módon a területi revízió híve Betlen István Gróf. Arra törekedik, majd a 927-es Debreceni híres beszédéből szó szerint idézek pár mondatot, hogy a magyarság nem adhatja föl az elvett területeket örökre, és Magyarországnak ezzel kapcsolatban nagyon komoly teendői vannak. Na most kezdem előről a történetet, ugyanis Betlen Gróf Gernyeszegen született, ez egy észak román-magyar település, ahol ő nem csak ebben a faluban, hanem még néhány község határában nagy birtokos volt. Miután megosztottak a családi vagyonon, Betlen Istvánra körülbelül olyan öt és fél ezer katasztrális hold, akkor még nem hektárba számoltak, jutott. Több tagban, ezt úgy mondták a birtok részeket, hogy tag, és hát ezeken ő próbált erdőgazdálkodást, földművelést, szemtermelést, kereskedést megvalósítani és modernizálni. Ennek megfelelően iskolákat is végzett, és elkezdődött az a tevékenysége, amelynek során Alapvetően 1901-től, kicsiben a korábban is, de most a részletekben nem akarok elveszni, 1901-től egyre nagyobb lendülettel és odafigyeléssel vesz részt az erdélyi gazdasági élet, főleg a székelyföld, de nem csak a székelyföld fejlesztésében. 1901-től az OMGE, Országos Magyar Gazdasági Egyesület egyik vezetője. 902-ben, augusztus 28-30 között van a Tusnádi Székely Kongresszus, ahol Kimondja Betlen, egyébként nem csak ő mondta ki, hanem a kongresszus összes résztvevője, budapestiek is és erdélyiek is egyaránt, hogy a Székelyföld erdélyi talán legfejletlenebb területe, gazdaságilag elmaradott, a földbirtok viszonyok botrányos állapotban vannak, bár zömmel magyar kézbe, úgyhogy kimondták, hogy a Székelyföldet fejleszteni kell. Betlen grófnak az erdély kapcsolatos állásfoglalásai közül ez az egyik legfontosabb. Fejleszteni gazdaságvilag szemtermelésben, kereskedelemben, vasútépítésben és egyebekben. 1904-től Betlen István erdélyi mezőgazdasági szövetkezeteket alapít, például tejszövetkezet, értékesítési szövetkezet, sorolhatnám a különböző típusú, egy ilyen nyugati mintára szövetkezeteket, tehát mindenképpen modernizáló szeméről van szó. 1904. júniusában <coughs> Marosvásárhelyen megalakul kb. 40 szervezetből, ezek zömmel erdélyi szervezetek, megalakul a Székely Társaságok Szövetsége. Ennek egy mondatban szinte az a lényege, hogy az összes kulturális, gazdasági, kereskedelmi 40 szövetség kimondja, hogy Erdélyt és a Székelyföldet fejleszteni kell, és a minél közelebb kell hozni fejlettségben Magyarország legfejlettebb területeihez, tehát a Temesi Bánság, Temesvár környéke, Budapest környéke és Észak-Magyarországi bányavidékekhez. Erdélyt. Ennek megfelelően 1904 és 7 között, most a részleteket nem mondom, mert nem fér bele az időben, vasúti építési programot találnak ki Betlen István, Gróf és, és mások, nem csak ő egyedül, aminek az a lényege, hogy Sütő András faluja térségében, ugye puszta kamarásról beszélek, és ott azokat a term mezőgazdasági termelő községeket egy ilyen elég kacskaringós vasútvonallal összekössék. Ugye a vasútnak a több gazdaság történeti szerepe van, mindenek előtt a társadalmi mobilizáció, ami a, amit a gazdaság történészek ugye úgy mondanak, hogy a munka erő fölül a vonatra, és ott keres munkát, ahol, eh, ahol talál munkát valamint a szállítás. Hát ugye, amikor lovas szekéren szállítják a gabonát, akkor ott messze távolságra nem lehet szállítani, úgyhogy ez egy nagyon modernizációs elképzelés. Ennek megfelelően folytatom a sort. 1906-1907-ben létrejön egy régi szervezet újra szervezéséből, a részletek nem érdekesek, a magyar gazdák értékesítő szövetkezete, és ennek már Betlen István gróf az elnöke. Szintén a kulcsmondat Erdély gazdasági fejlesztése. Tehát ő nem egy ilyen nosztalgikus Erdély kapcsolatban él, mint maga is gernyeszegi Erdély ember, hanem Erdély gazdasági fölemeléséről beszél, és tesz is nagyon sokat. 907-ben Marosvásárhelyén az egyik szervezet rendezésében tart egy komoly előadást, amit ilyen kis füzet alakba ki is adtak, annak az a címe, hogy a mezőség és az erdélyi magyarság. A mezőség. Amikor körülbelül 20 évvel ezelőtt pusztakamaráson jártam, akkor azt mondta ott egy magyar tanító, egy értelmiségi, hogy figyelj ide, pusztakamaráson most, mondjuk 2000-ben összesen egy fő hat éves magyar gyermek van, hogy indítsak vele magyar osztályt. Na ez a, a magyarság térvesztése, ez már, már, akkor az első világháború előtt megindult, és ha a címet nézzük, a mezőség és az erdély magyarság, itt már Betlennek azt a koncepcióját érjük tetten, hogy a magyarságot nem csak gazdaságilag, hanem etnikai, demográfiai szempontok szerint is meg kell jól erősíteni. Nos, 1911-ben egy másik szervezet, a Gazdaszövetség választmányi tagja lesz. Ez azt jelenti, el mögött az van, hogy az erdélyi nem a nagybirtokos arisztokráciát, meg egyéb nagybirtokos csoportokat, hanem ugye betent agráriusnak mondják, szemben a merkantilista erőkkel és személyekkel, hogy a, a, gazdag parasztságot megpróbálják megerősíteni. A parasztságnak a legteherbíróbb része demográfiai és termelési szempontból is, ez gazdaságtörténeti faktum, tény, a gazdag parasztság. Nem véletlenül, hogy majd a felszabadulás után a rákosi elvtársak a gazdag parasztságot írtják a eh, legjobban. 1911-12-ben egy nagy kutatásba kezd Betlen István Gróf. Ő, mint Marostorda megyei gazdász, így a foglalkozását, Erdély 23 vármegyében fölkeresi szinte az összes főszolgabírót. A főszolgabíró az a járásoknak a vezetője, és birtokforgalmi adatokat kér tőle. Ennek az a lényege egy mondatban, hogy arra kíváncsi Betlen Gróf, hogy milyen a birtokadásvételek történtek, kik között. Tehát, hogy a románok mennyi birtokot vettek meg a magyaroktól és a szászoktól, és fordítva. Ez egy nagyon korrekt, semmiféle sovinizmus, meg ilyesmi nincs benne. És 1912 elejére ennek a 23 Erdély vármegyének az adatait összegyűjti, és megdöbbentő dolgokat rajön rá. Érdemes lenne újra kiadni ezt a könyvet. Az elmúlt 5 év, tehát a 12 elejét visszaszámított 907, 8, 9, 11-es öt év alatt a 100 katasztrális holdon felüli, ez ugye a gazdag paraszti ezer hold fölött a nagy birtok, a száz holdon felüli birtokoknak kb. 6,6%-a ment át a magyar birtokoknak, 6,6%-a ment át a román kézbe, összesen az akkori föld árakat összeadja Betlen, és csak a végét mondom, körülbelül 70 millió korona, Értékben. Hát a 70 millió forint most az egy jobb autó ára, akkor tudni kell, hogy egy, csak egy példát mondok, egy, egy is, falusi iskolai tanító nő fizetése 1250 korona volt, de nem egy hónapra, hanem egy évre. Most ehhez képes ettől képzelni, hogy ez a körülbelül 100 ezer katasztrális hold, ez kicsit kerek adat, adat, ezer katasztrális volt, tehát egy Eszerházi Hercegnek, vagy egy Károlyi Miágrófnak volt egy magának ennyi földje, de a középparasztok között óriási veszteség volt. Betlen ekkortól kezdve kezdi azt mondani, hogy meg kell menteni az erdélyi magyarságot, a földet, a pénzt, és demográfiai reformokat kell bevezetni. Mintha ez aktuális volna ma is Magyarországon egyébként. Gyakorlatilag a, van egy nagy koncepciója, amit nem csak egy mondatban mondok el, mert nincs rá idő. Ugye, ha ránézünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy a jobb szélén az országnak, Erdélyi keleti csücskében ott van a Székelyföld, piros a magyar etnikum színezése, és az Alföldön egészen a szatmárnémeti németi nagyvárad arad vonalig, pedig a tisza túl és az Alföld hatalmas vörös magyar tömbje. De az volt a koncepciója Betlen István grófnak, hogy észak mezőség és a többi tájegységben, párciumba olyan magyarosodási folyamatokat kell demográfia, tudomány ugye, elindítani, hogy ez a két piros folt összeérjen. És ha ezt sikerül megcsinálni, akkor biztos nem vészel Erdély. Csak zárójelbe, érdekességemként mondom a kedves uh, videót esetleg megnézőknek, hogy majd a Csauseszkú korszakban, 1965 után, ebben ezt a magyar határsávot próbálják elrománosítani. Tessék megnézni Arad Temesvár Nagyvárad elrománosítását, valamint szintén a Csauseszku korszak második felében a Székelyföldet, Csíkszeredánál etnikai értelemben ketté akarják vágni. Tehát a székelyföldet el akarták vágni kettőbe, majd négybe, majd hatba, stb. stb. No, visszatérve Betlen István grófra, sürgeti ekkor az első világháború előtt, most az év annyira nem lényeges, egy bizonyos erdélyi földhitelintézet létrehozását. Emlékeztetem önöket, hogy amikor a reformkorban a Steffi Gróf, Széchenyi István Gróf megírja a hitel című munkáját, abban az a ráció, az a lényeg, hogy emberek alapítsunk bankot, hogy olcsó kamatra lehessen hitelt fölvenni a gazdaságunk fejlesztésére. Na ugyanezt mondja 1912-ben, 13-ban, 14-ben Betlen István Gróf. Hát aztán jön a háború, jön a román megszállás, többit pedig ismerjük. Nos, 1913. decemberében az Erdélyi Szövetséget megalakítja, és most egy kicsit ugrok a 1916-os román megszállásról, vagy betörésről, meg később egy-két mondatot mondok. 1918 őszén a Székelyföld és Erdély helyzete kritikussá válik. Ekkor hozza nyilvánosságra Jászi Oszkár, a Martinovics Páholy főmester, alapító főmestere ezt a bizonyos keleti svájci koncepciót, amit 18 november 10 és 10, 12 és 15 között Aradon erdély román vezetőkkel megtárgyal. Betlen István ezt Erdély feladásának tartja, teljesen egyet kell értenünk Betlen Istvánnal, Betlen Grófal, mert ez valóban Erdély feladása lett volna, de még a románok se fogadták el ezt. Senki nem fogadta el ezt az erdély keleti Svájc elképzelést. 18. október 25-én Betlen István gróf meg a családja hazautaznak az észak kastélyukba, a birtokukra, és ott derül ki, hogy a falubeli románok, akiket ő, ő is, meg a felesége is segített az elmúlt évtizedekben, föl akarják koncolni őt, meg akarják ölni, le akarják vágni a fejét, mint amit 49-ben csináltak a román Uh, úgynevezett testvéreink, ahogy szokás mondani uh, szamár történészek által, föl akarják konszolni Bethlehem Gróf írd és mond, feleségével, családjával a nádasoba menekül. Micsoda történelmi filmkép. Bethlehem Gróf Menekül a náltasba. Na most onnan sikerül, jó emberei megmentik, Marosvásárhelyre megy, és 18. november végén Budapestre menekül a családjával, és hát támadja Károlyékat, ugye elmenekül Bécsbe az antibolsevista komiténak egyik vezető személyisége. Ekkor a tevékenysége érthetően antikommunista, ami azt jelenti, hogy magyar és keresztény, és aztán nem véletlen, hogy amikor jön Trianon, akkor a Tianoni első miniszterelnökök, Simonyi Szemadam és Teleki Pál Gróf után 921. áprilisában Teleki, vagyis Betlen István Grófot Horti kormányzó, aki az egyik legnagyobb magyar államférfi a XX. századnak, és valamennyi magyar embernek a példaképa kell legyen, katonáknak is, meg civileknek is megbízza a kormány alakítással Betlen Grófot. Na most az ő politikai tevékenységéről, mint miniszterelnök nem akarok beszélni, mert a kollégák erről nyilván sokat beszéltek. Betlen István Gróf és Erdély Trianon után. Az a lényeg, hogy <kül> mint minden normális magyar ember, a területi revíziónak volt a híve Betlen István Gróf és a kormánya ugye 21 áprilisában megalakul, kitűnő emberekkel, egy után Klebesberg Kuno is, ugye a nagy kulturpolitikus és a kormány tagja lesz, és így tovább. És megindul az óvatos fölkészülés. Tehát el kell mondanunk, mondanunk hogy Betlen István Gróf miniszterelnöként egy óvatos Meggondolt diplomatikus személy volt. Magyarország akkor jár jól, hogyha a miniszterelnökei óvatosak, meggondoltak, de a revízió hívei. Ez így volt, a tevékenysége részleteit most olasz szerződés és egyebek, hogy külpolitikailag stabilizálja az országot, gazdaságilag stabilizálja az országot, pénzügyileg stabilizálja az országot. Miután ez megtörténik, a 20-as évek második felében egy kicsit nyit, a nyilvánosság felé Betlen. 927. május 15-én ugyanis megszűnik a magyar királyság külföldiek által, hatalmak által történő katonai ellenőrzése. A nagyapám, aki hivatásos katonája volt Horti kormányzó főparancsnok úrnak, századosként őtől le tudom, hogy még a tüzér, még a tüzér ezredeket, meg gyalogezredeket a a tűzoltósághoz is bementek, és akkor nem ezredes úrnak, hanem főcsővezető úrnak szólították a parancsnokot, majd nevettek egyet. Titokban megindul a haderőfejlesztés, majd ez gömbös unoka nagybátyám folytatja igazán. Betlen azonban mindenki megdöbbenésére két beszédet mond, 927 ben és 28 ba 27. május 27-én Zalaegerszegen, a helyi Zalaegerszegi újságból, de az országos sajtóból is lehet tudni, rendkívül óvatosan rá jellemző, ahogy akkor írták az ellenzékiek róla, ravasz huncutsággal előhozza a területi revíziót. És elmúlik nem egészen egy év, igen, tíz vagy 9 hónap, és megvajúdik a dolog, és kipattan a híres debreceni beszéd. A híres debreceni beszéd Betlen István Gróf fejéből megkeresem a debreceni beszéd általam kinyomtatott, sajtóból kinyomtatott részét, és egy pár mondatot felolvasok belőle, mert ugye a történeti írás az akkor dolgozik helyesen, hogyha a forrásokig, az eredeti primér forrásokig megy vissza. Azt mondja Bethlen Gróf, hogy <tökség> szükség van egy pár világos szóra, a külföld felé is, hogy tudják meg, mire számíthatnak az általános béke érdekében Magyarországon, de mi az, amivel mindig szemben fogják találni a magyar közvéleményt és a magyar kormányt is. Debrecenből üzen a magyar királyság miniszterelnöke, a nagyhatalmaknak, és főleg a szomszédos kisantant országoknak. Nagyon fontos, amit a kisantantról mond Epen Erdély kapcsán. Rámutatott arra, írja az újság, hogy közvetetlen, mert úgy mondanánk, hogy közvetlen szomszédainkkal való tárgyalásaink azért, hogy nehézkesek, mert a kisantant szerződés, 920 es Cseszlovákia, Románia, Jugoszláv királyság, meggátolja azt, hogy mi, mint állam, egyes állammal álljunk szemközt, és ne az államoknak egy csoportjával. Csak egy érdekes adatot mondok, ekkoriban egy magyar katonára 16 kisantan katona állt. Tehát abszolút erő hátrányban voltunk folytatom Betlent, a kisantan szerződés közép-európának ezen a pontján éppen ezért nem csak hogy garanciája a békének, hanem annak megszilárdulását megakadályozza. Betlen István Gróf itt a kisantantót, a magyarokat a saját országaiban durván, brutálisan elnyomó, még Csehszovákiában is elnyomó kisantant országokat békebontónak nevezi, nagyon fontos. Magyarország békét akar, mondja Betlen, de rombolják le a túlsó oldalon az ellenünk emelt barrikádokat. Majd így folytatja. És ez a döntő, ezt tessék megfigyelni. Ezt egy magyar miniszterelnök mondja akkor, amikor csak ellenséggel, katonai ellenséggel vagyunk körbevéve, de közben titokban már zajlik a haderőfejlesztés és a gazdaság brutális megerősítése. A mi esetünk, mondja Betlen István gróf, nem Elzász Lotaringia esete, a németek elvették Elzászló Lotaringiát a 1870-es években Franciaországtól, a miénk Lengyelország esete. Lengyelországot három és félszer felosztották utoljára véglegesen, 104 évre véglegesen, 1815-ben. A mi esetünk nem elzászlott a esete, a milyen Lengyelország esete. Németország lemondhatott egy tartományról, de mi fajunk egyharmadáról, örök időkre, önként le nem mondhatunk. Majd így folytatja, ezt igazságul elfogadni nem tudjuk, és a magyar nemzet kapura szögezni azt az államférfiút, aki egy második tianont aláírja. Én azért nagyon csodálkozok, hogy amikor napjainkban egyes államférfiak tianont öröknek tartják. Majd visszatérek Betlen István, az így fejezi be ezt a beszédet, ami hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki, hogy békerevízióról ne lehetne beszélni. Ez szójáték zárójelben mondom, a béke revízió az azt jelenti, hogy nem katonailag veszük vissza azt, amit a miénk, hanem valamilyen diplomáciai, ügyes nemzetközi helyzetbe beillesztett tárgyalásokkal. És így zárja a beszédét, mi szójátékkal válaszolhatunk, uraim, nekünk nem béke revízióra van szükségünk, nekünk más határokra van szükségünk. Ez rendkívül egyértelmű mondat volt. Betlen pontosan képbe volt, mint magyar királyi miniszterelnök, hiszen a katonai és a polgári civil, tehát a belügyi hírszerzés működött napjába jöttek. Hát, ha megnézzük Betlen István iratait, vagy Gróf Tisza István még korábbi iratait, azt látjuk, hogy a mindenkori magyar miniszterelnök rendkívül sok titkos jelentést kapott. Hát én most legutóbb a református zsinati levéltárba vagy pár évvel ezelőtt olvastam ilyen erdély jelentéseket, hogy hogy a román titkos szolgálat, a szekuritát, bocsánat, a román akkor nem szekuritáte volt a neve, bár ugyanaz volt, hanem sziguránca. A sziguránca, biztonság, még Szent Péter nevű magyar sovinista ellen is vizsgálatot indított. Tehát persze nem találták meg, mert Szent Péter az nem Romániába tartózkodik általában. Tehát Betlen tudta, hogy a magyarok elnyomása mindenhol zajlik, és ebben ezért Ebben a beszédében egy kicsit élesen, de későbbiekben pedig ennél egy kicsikét még élesebben fogalmazott. Eladásom vége felé járok, még egy pár részletet fel akartam olvasni a 907-es parlamenti úgynevezett szűzbeszédéből, egy új képviselő, az első beszédét elmondja. Erről csak azt szeretném mondani, hogy Betlennek az erdély képét az alapozta meg, amit ő gazdasági szakemberként kikutatott. 1900, 1901 és 1918 között. Ebben benne van az a sok fejlesztés, amit mondtam, meg az a sok fejlesztés, amit nem is mondtam, és szervezkedés. És 907-ben azt mondta, hogy magyarok <kül> őrizzük meg Erdélyt addig, amíg lehet. Hát nem lehetett, jött a világháború a 907-es beszéde után, hat és fél, sőt, nem, 7 és negyed évvel, 914 tavaszán, Erdély elveszett, és a történelem ura, az Úristen, megadta Betlen István grófnak azt, hogy tíz és, több mint 10 és negyed éven keresztül hihetetlen nagy küzdelmet folytatott Erdélyért. Azt hiszem, hogy az ő példája a Magyar nemzeti keresztény miniszterelnökök előtt fényesen ragok. Köszönöm szépen.